azt sem tudom, hol áll a fejem. Így a savas hírügynökség röviden ezt a megállapítást vette el a világsajtó eheti cikkeiből. Fő a nyugalom! Ez a háború első parancsolata minden egyes polgár számára. Hidegvér, higgadság, nyugalom! Higgadság, nyugalom! És uralkodni az idegeken! Fő a nyugalom! A brómok! Hova fenébe tették már megint a brómokat? Fő a nyugalom! Maga csak ne nyugtasson engem! Semmi köze az én nyugalmamhoz! Nyugalom! Hát a szerkesztő úr mondta, indítál, de így csak ismétlen. Ez a háború idegháború is, ahol minden polgár ott áll az idegeivel a vártán. Férfiak, ezzel egyéniségekre van szükség. A fene, hogy tegyem be! De a fene, tegyem meg! Hát nem diktáltam! De kérem, hát én úgy hallottam! Nem érdekel, hogy mit hallott! Maga is egy kultúrmunkás idegeivel a vártán, aki pedig ott áll a vártán, a tehőzjön! De a szerkesztő úr tudja, hogy engem a motónakban elhagyott a férjem, és ez elég ok a sírásra! Engem a tegnap hagyott el a feleségem, mégsem vagyok ideges! De engem egy céda miatt hagyott el a férjem! Engem is egy céda miatt hagyott el. Kiküldölték az újságban, hogy mit kérdeztem a római Dunaparton egy nővel. Jó, éppen olvastam a tegnapi lapokban. Hogy sajnálom, hogy a szerkesztő úr ilyen csúnya botrányba keveredett. Rágalom! Ez szó sem igaz az egészből. Ne! A szerkesztő úr nem volt a római Dunaparton szombaton egy nővel, akinek a félje azt a nagy ramozulit rendezte? Nem! Egy szó sem igaz az egészből! Nem is voltam a római Dunaparton! A megyeri Dunaparton voltam. A szerkesztő úrnál még minden rendben jöhet, de én nem engedem vissza a Lajost, ha térden áll a könyörök. Akkor sem! Menjen, kérem, ne boruljon itt a vállamra maga családi problémájával. Menjen, kérem. Folytasson. Tehát, mint Havannából írják, a felébe már megint eltűntek a szivarjai. Eltűntek a szivarok. Havannából írják, eltűntek a szivarok, megint. Az én szivarjaim tűntek el, nem Havannában lopják a szivarokat, érti? Hát, persze. Halló, itt a Savas hírügynökség. Dr. Dumai Süke szerkesztő. Igen, kérem, én azért bíztam meg az ön magánnyomozóját, mert szerintem itt egy zsarolási manőverről van szó. Hogy? A hölgy máskor is volt a megyeri Dunaparton? Ráadásul mindig más férfivel? És emiatt a nő miatt hagyott el engem a feleségem. Világá küldölték, hogy pofoszkodtam a Dunaparton a férjével. Műbotrán csaptak, zsaroló! Kérem. Én hajlandó vagyok kiegyezni, a botrányért kártalanítást fizetni, de csak abban az esetben, ha kibékítik a feleségemet. Különben nincs kiegyezés. Hogy a hölgy fivére már útban van, ő képvisel a férjet. Értem. Még egyszer a lelkére kötöm, csak abban az esetben van kiegyezés, ha visszahozzák a feleségemet. Itt van a házban, persze, az anyósom az első emeleten lakik, hozzá költözött. Értem. Jó. A mentő, hogy csapjon be. Jó napot kívánok, ez egy csokra. Senki? Nincs olyan szép kis iroda, lesz itt pénzkedék jó. Lesz itt, az itt. Na, micsoda írók itt. Megérül.
Ez igen. Kezeljük ki okolom, nagyságos asszony. Én Topácsek vagyok a könyvkiadótól, és a kiegyezés miatt jöttem. Jó napot kívánok, nem veszünk könyvet. Tessék már aranyos lenni, átjönni a másik oldalamra, tudnék, a jobb fülemre tök süket vagyok, a bal az, hogy jó órában mondjam, mint a pinty olyan. Na, akkor fordítsa itt a bal fülét. Legyen már aranyos átjönni a másik oldalamra, egy kukkot nem hallok a degény. Nem veszünk semmit! 5 nappal ezelőtt nagyságos azt mondja, hogy a Fieldwell könyvkiadó elküldte legújabb kiadványunkat Deák Ferenc és a kiegyezés címmel. Izgalmas, labirincselő olvasmány. Mi mindig előre elküldjük a legújabb kiadványainkat, és csak aztán jövök én, hogy kirúgjanak. Ja, hát arra a két könyvről van szó, amit mostán kaptunk. Igen, kérdés gyakorlom. Ja, itt van a polcon, elviheti. Mert nem veszünk könyvet. Legyen olyan aranyos visszajönni a másik oldalra. Egy centit nem javult a fülem azon. Igen? Nem veszünk semmit! Mindig ezt mondják, kedvény. Csak ha mindig ezt mondják, aztán jövök én, az elszakíthatatlan, elnyűhetetlen toplátják, és fizetnek bizony, állítólag én mindenkinek az idegeire megyek. De hogy ez miért van, én nem tudom. Na, ne balfolódjon! Maradjon úgy, mert én nem kerülgetem. Jobb helyeket mi mondanak, hogy kerülgesse magát a butta. Hát maga tényleg az idegeimet azon. Igaz? De hogy miért fogalmam sincs? Tessék idadni a kis 50 pengőmet, és én már itt se vagyok. Na ne mondjam. Megmondtam már hányszor, hogy nem veszünk könyvet! A balfülemben nem muszáj elmordiválni, mert az, hogy jó időben mondjam, mint a makkolya, a jó, de az tök süket. Azt tetszik javasolni, hogy várjam meg itt a kedves férjét. A férjemet? Igen, férjem. Na ide hallgasson! Na hallgasson ide! Na, még fülemcsenked egy. Nem, fülemcsenked, kicsengednek jó ember. Akkor tessék nyugodtan kinyitni, én addig itt el vagyok, megvárom. Hát micsoda csoda találmány, megérül. Internet nem megy rajtad biztos, de... Fantasztikus. Alá szolgálja. Nevem Toplácsek, és a kiegyezés miatt jöttem én. Hallá, úr, szóval maga a kiegyezés miatt jöttem. Igen, kérem, azt hiszem, hamar fogunk végezni. Hiszik? Hát minek húznánk, halogatnánk annyit. Na, üljön le! Igenis, kérem. Na, oda. Ilyen ideges ember. Én hivatalosan, én már értesültem a maga látogatásáról. Üljön le! Legyen már aranyos itt maradni ezen az oldalon, tudnék, a jobb fülemet tök siket vagyok, a bal az, hogy jó órában mondja, mint a makkolya. Üljön le! Ilyen ideges ember. Na kérem, most hallgassa meg, hogyan költözött el az én feleségem? Na tessék, haragudj, de nekem mi közöm van ennek? Na, a kiegyezés miatt jött. Igen, a kiegyezés miatt. Na, mondja meg őszintén és leplezetlenül, hogy maga pénzt akar. Igaz, pénzt akar? Hát ugye, ha így őszintén leplezetlenül, akkor igen, pénzt. Na, szeretem az egyenes beszédet. Mit szól maga ahhoz, hogy a Janka elhagyott engem? Meg tudom én. Ilyen ideges ember, ezen a lehetőségem. Nem volt semmi jó barát. Ja, csak azt nem tudom, hogy nekem mi közöm van ehhez a dolog. Maga a kiegyezés miatt jöttem. Hát ez az, hogy a kiegyezés miatt. Igen. Na, ebben az esetben ön meg van hallgatva az én történetem. Igen? És utána tetszik fizetni? Fizetek? Na, kicsit is jelentelek rá te. Hát a pénzért még akár korombásra tapis fel. Na, szóval... A feleségem olvasta az újságban, igen, hogy én a megyeni Dunaparton fogoskodtam egy nőzőt. Hé! Micsoda nagy hetlen! Hát mit szólt hozzá a nagyságos asszony? Hát bejött ide az irodába, s az íróasztalon a fejemhez vágta a piros tintát. Hé! Mit röhög? Elnézést. Na! Ne haragudj, ne haragudj, én Toplácsek vagyok, és a kiegyezés miatt jöttem. Délután jön az anyósok. Jaj. Csak azt nem tudom, hogy nekem mi közel van ennek. Hát a maga kiegyezés miatt jöttem. Hát
ez az, hogy a kiegyezés miatt jött. Matyére, az anyósom bejelentette, hogy a feleségem várni akar. Na ehhez mit szól? Legyen majd aranyos átjönni, de másik oldalra. Egy grammat nem javult a folyamatban. Igen? Mit tör hozzá, hogy a feleségem válni akar? Megtom én. Azt se érte, minek ment magához. Ilyen ideges ember ez. Jó? Beszélj ma maga húgáról. Hát ne haragudja már, hogy jön ide az én húgom? A maga húga 5 órai teákra jár. Tagadja? De hogy tagadom, kérem, hát szeret táncolni. Jó? Maga húga nem a férjével járt 5 órai teákra. Na és, hát az olyan, akivel akar. Mi közünk van nekünk ehhez? Hát ebben az esetben én nem vagyok egy kaszaloba. Ebben van, én ebbe is belemegyek. Mondjak, nem szokott a szerkesztő úr feje néha így fáj. Nem? Na maga csak hallgasson végig. Én gyűjtöttem anyagot. Rendben van, figyeljen ide, én senkinek el nem fogom mondani, hogy uraságot egy ilyen, hogy is hívják, egy ilyen kasszakontra. Azt nem tudom, hogy nekem mi közöm van ez a dolog. Hát maga a kiegyezés miatt jött, nem? Hát ez az, hogy a kiegyezés miatt. Pénzt akar? Igen. Tudja maga azt, hogy a kedves úr már régóta csalja a pénzt? Hát igen, ezt tudjuk, mert a férje gyakran utazik vidékre. Mit macerál itt engem a húgom? Jó, beszéljünk okosan. Elsősorban és jöjjön már át ide a másik oldalra. Az én feleségem itt van a lakásban. Tudom, már találkoztam is a nagyságos asszonynal. Találkozottan, és mit gondolt? Hát csak egy pár szót, aztán csengettek, itt hagyott engem. Négyen! Pénzt akar? Igen. Ebben az esetben meggyőzi a feleséget, hogy én nem vagyok egy kaszonúval. A vikkedden nem kettesben, hanem folyamatosan hármasban voltunk. A férj italos volt, azért izultál engem. Különben is, hogy nagyobb kedve legyen a dologhoz, én adok magának 300 pengőt. Legyen már olyan aranyos átjönni a másikra. Különben nem ez a jó külön, csak már nem hiszem. Hogy előre, és ha kibékítja a feleségemet, kap még 600-at. Ez az első eset, hogy 600 pengőt kapok, ennyi sok marhaságot végre. Igen. Ha mindennel végzett, itt vagyok a magán irodámban. Tessék csak menni nyugodtan, én mindent elrendezek. Hát ki ha én? Hát ugye meg ez a pénzér, hát pénzér, minden. Hát szopott nyelv a gombot várok, hát nem. Tessék már kijönni. Hát maga még itt van. Legyen már aranyos átja, mint a másik oldal. Egy millimétert nem javult. Maga még itt van? Igen, nagyságos asszonyom, tudnélik, én nem csak a kiegyezés miatt jöttem, hanem családi békéért tetés szándéka is vezetett engem. Maga hiszi? Köszönöm, nem, de egy cigarettával megtetszik én. Mondja, mit akar tulajdonképpen? Nézze, nagyságos asszonyom, én tudom, hogy ön el akar válni a férjétől, igaz? Igaz, de mi köze hozzá? Hát a kedves férje megbízott engem, hogy ha már ittem, sertepertélek, akkor végítsen már ki önöket. Jó, az a gazember megbízta magát ezzel! Igen, de ne tessék felizgatni magát, mert én elmondom, hogy a történet az hogy van. Tehát, ha még emlékszek rá, tehát a kasszapontra, az úgy, ahogy van, semmi, és akkor nem kettesbe, hanem hármasba voltak ott egész nap a nővel. Rögnöm kell! Két hónapig! Ne tessék, haragudni, csak egy vikendről volt, szóval? Jaj! Magának az egy vikend, hogy ezek hát nekik együtt voltak Petendről! Hát a Petendről nem is szólt nekem a kedves férje! Hát békéljenek már ki legalább az én kedvemért! Na, tudja mit? Éljen ő csak a buglai népart!
Buklainé? Mennyi új dolgot tetszik itt nekem mondani, Buklainé? Buklainé? Na megállj csak! Na! Halló! Hisztérika úr! Jöjjön csak ki! Jöjjön csak át itt a másik oldalamra meg! Na mi van? Mit mi van? Beszélt a feleségeddel? Én beszéltem, de a nagyság is azt mondja, hogy ő nem mond igazat. Hogy? 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 Pettent. Nekem? Pettent. Hát én csak annyit mondok, hogy pettent. Hát én meg azt kérdezem, hogy pettent. Soha életemben nem voltam pettenden. Akkor lehet, hogy én értettem félre. Nem lehet, hogy Buklán tetszett lenni, és akkor a Pettendinéről beszélt nekem nagyságok. Hogyan? Mondta a feleségemnek, hogy folyamatosan hárman voltunk? Én mondtam, kérem, de a nagyság azt, hogy nem hitte el. Ha nem hiszi, kérdezze meg tőle. Janka, itt van? Ide, várj! Nagyságos asszonyom! Tessék már kijönni! Na, béküljenek ki! Puszi! Na, beszélj, maga nagyon hülye! Legyen már olyan aranyos átvenni, hogy a másik. Hát ez valami gönyhűnök. Azt mondja, hogy a férjem küldte, hogy békéltetik szaládékkal. Legyen már olyan aranyos átvenni, hogy a másik. De nem beszéltem magával. Jaj, ez teljesen más. Kérem, én Toplácsek vagyok, és a könyvkiadótól jöttem a kiegyezésére. Mondtam, hogy gönyhűnök. Na tessék, itt van, vigyel. Maga, ezért a kiegyezésért jön, a 67-esért! Hát igazság szerint én a kis 50-esem ér azért. Na, azonnal adja vissza a pénzemet! Jaj, na, már ne balfi nem lesse vagyok. Nézze, szerkesztő, ne idegesítse fel magát, mutassa meg, hol van a felesége, és én őt is rögtön kibékítem, de pénzt vissza nem adom. Most ki! Ez ám a kiegyezés!